Sziasztok! Itt a jó idő, mindenki nyaralást tervez, mindenki az akvaparkba akar menni, éppen ezért ma a legveszélyesebb betiltott vízicsúszdákat hoztam el nektek, úgyhogy lássuk is. Ezek a hosszú és meredek csúszdák jól is hangzanak, de mutatom is a következőt, és látni fogjátok, miért veszélyesek. Itt például az ember a GoPro-ját is széttörte, ami elvileg ütésálló. No! No! Oh! Vertikális csúszdának nevezik azokat, ahol szinte függőlegesen indítanak el, akár csak ebben a klipben. Sajátosságuk, hogy nagyon gyorsan felgyorsítják az embert, és hihetetlen sebességet érhetsz el vele. A következőt nem sokkal a videó után le is zárták, mivel át kellett alakítani. È fatto apposta. In teoria. Però io sto. E salino, eh? Ma che Ah, vedi, sono i getti che ti spingono a posto. Ahogy látjátok, könnyen meg lehet akadni benne, akár csak a felvételen is, ami balesetveszélyes lehet. Itt például innentől végig háttal kellett menniük, mert fordítva terelte be őket a vízsugár, azonban arra is volt már alkalom, hogy kiestek a matracukból, és beütötték az oldalukat a lyuk szélébe. Egy időben ez volt a világ legmagasabb vízicsúszdája, azonban ma már nem tudnád kipróbálni, mivel betiltották. Túl magas és meredek, mert ahogy látni is fogod, szinte függőlegesen megy. This is the tallest water slide in the world and you're about to see why it was shut down. Are you ready? Ready? A következő esetében epilepsziás rohamokról számoltak be a vendégek, ugyanis a váltakozó színek miatt előjöhet ez a zavar, ráadásul amikor elsötétülnek a fények, akkor nagyon ijesztő bezártságérzet jön rá az emberekre. Thank you.
egy újabb csúszda, ami nem sokkal később be lett zárva, mivel a pörgő pihenőhelyen, ha túl sok ember érkezik meg egymás után, akkor könnyen egymásnak csapódhatnak, ami extrém baleset veszélyes. Volt is egy sérülés, ami után beperelték az egész helyet, és éppen ezután zárták be. Ennél, ha nem követed az utasítást, és nem dőlsz hátra teljesen, akkor akár ki is repülhetsz csúszás közben. Írjátok meg kommentekben, ti melyik vízi csúszdát vagy vízi csúszdákat próbálnátok ki, valami ne felejtsétek el megcsapni a lájkot és feliratkozni a csatornára, nem sokára pedig ismét találkozunk, addig is még, sziasztok!